Pályaorientáció a diákoknak, Mihály napi vásár a Jókaiban, adományok átadása, egyre drágábbak a használt autók. Jó estét kívánok! Önök a nagypunktsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 29-én 18 óra 5 perckor. A karcagi Nagykun Református Általános Iskolában és Talentum óvodában zajlik a pályaválasztás segítő programsorozat. A részletekről Földváriné Simon Ilona igazgatót kérdeztük. A pályaorientációs napon az első órában, a felsőben az osztályfőnökök szakmákat mutattak be a gyerekeknek, alsóban pedig elmentek kirándulni. Az elsősök jártak a technikumban, a rendőrségen, a tűzoltóságon. A másodikos gyerekek Püspökladányba mentek a Farkas-szigetre, de ellátogattak a vadászházba is. A hatodik évfolyamos gyerekek Mátrafüreden voltak, és a Harkályházat nézték meg. A nyolcadikosok részére középiskolákat hívtak meg, és ők mutatták be az adott iskola által kínált lehetőségeket. Nagyon sok osztály kirándulásban gondolkodott, és úgy gondoltuk, és abban reménykedtünk, hogy akkor még a időjárás ezt lehetővé teszi. Az első órában, a felső tagozatban, az első órában az osztályfőnökök pályaválasztási lehetőséggel élve tulajdonképpen szakmákat mutattak be a gyerekeknek. Alsóban, illetve felsőben, az első óra után pedig elmentek kirándulni. Nagyon sok helyre el tudtak az osztályközösségek jutni, közelebbi helyre, távolabbi helyre. Az alsó tagozatos gyerekek, főleg az első-másodikosok, például itt Karcagon, illetve Karcag környékén éltek a felkínált lehetőségekkel, jártak a technikumban, voltak a rendőrségen, tűzoltóságon. A másodikos gyerekek már elmentek egy kicsit távolabbi helyre, például a második bések Püspökladányba mentek a Farkas-sziget, adta lehetőséget látogatták, vagy a vadászházba mentek. A felső tagozatos gyerekek pedig elmentek távolabbi helyekre. Például a hatodik évfolyamos gyerekek Mátrafüreden voltak, és a Harkályházat nézték meg. Tulajdonképpen hát itt is a pálya, az idegenvezetés, a pályaválasztás lehetősége állt a középpontban. Nyilván a nap témájának megfelelően. A nyolcadikos tanulók esetében pedig nagy kérdés a pályaválasztás, és középiskolákat hívtunk meg. És a meghívásunkat elfogadta a református gimnázium. Ők mutatták be tulajdonképpen az iskolát és az iskola által kínált lehetőségeket. Kisújszállásról a református Móricz gimnázium és kollégium volt, illetve a mezőgazdasági technikum, a református technikum hát vezetősége is eljött, és a lehetőségeket bemutatta a gyerekeknek. Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a szülőket a pályaválasztási lehetőségekről. Tájékoztatják a szülőket, pályaválasztási szülői értekezletet fognak majd összehívni decemberben, és beszélnek a gyerekekkel, nyilván feltérképezik, hogy ki hova szeretne menni. Azért egy 14 éves gyerek ezt nyilván nehezen tudja még eldönteni, nem is kell ezt a gyereknek önmagában eldönteni. Én úgy gondolom, hogy ebben nem csak az osztályfőnökök, hanem a szülők is nagyon partnerek, és célunk az, hogy megfelelően tudjon a gyerek pályát választani majd a későbbiekben, és olyan helyre adja be a továbbtanulási papírt, amit igazából szeret, és később a szakma szinten is szívesen fogja végezni majd a feladatait. Egy 14 éves gyerek nehezen tudja még eldönteni, hova menjen tanulni. Ebben az osztályfőnökök és a szülők is segítik, hogy olyan helyre adja be a továbbtanulási papírt, amit igazából szeret, és később szakma szinten is szívesen fogja végezni majd a feladatait.
Szüdeti vigasságot tartottak a Madarász Imre Egyesített Óvoda Jókai úti óvodájában. Romhányi Sándorné tagóvoda vezető és kollégái igazi vásári hangulatot varázsoltak a csoportszobába. A szülők nagyszülők előtt megtartott program a gyermekek néhány napi vásári műsorával kezdődött, ahol a gyerekek énekét citerán Szabó Mityko Viktória szülő kísérte. Hagyomány, hogy minden ősszel megünnepeljük a születünket, mikor vásárossal, mikor állatbehajtóssal, mikor milyen műsorral. Nyilván ez függ attól is, hogy fiúk vannak-e többen, vagy lányok vannak többen. Ebben az évben úgy alakult, hogy 36 gyermek jár a mi óvodánkba, két csoportba, vegyes csoportba, és nagyon-nagyon készültünk erre a születi rendezvényünkre. Először az időjárás volt velünk nagyon kegyetlen, mert nem engedte, hogy megtartsuk a születünket akkor, mikor szerettük volna. És akkor a mai napon elértük azt, hogy megtarthattuk a születi vásárunkat, csak most meg az a fránya vírus volt az, aki nem a kedvünkre volt, hiszen nagyon sok gyerekünk lett beteg, és így, ami eddig még úgy nem nagyon fordult elő, 3-4 éves gyerekekkel adtuk elő a születi vásáros műsorunkat, de hősiesen helytálltak, nagyon ügyesek, nagyon büszkék vagyunk rá, egy aranyos 3-4-5 éves gyerekekkel összeállított műsort láthattak. Nagyon fontos számunkra, hogy az óvodai életbe mi pedagógusok, nevelőmunkát segítők, elsősorban a gyermekek részt vegyenek, de a szülők bevonása mindig is nagyon fontos volt, és azt gondolom, hogy ezután is az lesz, hiszen az együtt megélt élmények, azok a maradandó élmények, amikre a későbbiekben lehet visszagondolni, meg lehet beszélni, ki lehet tárgyalni, mindenféle érzelmet lehet hozzákötni, és így történt ez most is. Két kislány édesanyja volt az, aki Szabó Mityko Viktória, aki általános iskolában tanult citerán. És amikor a szülőértekezleten szóba került a születi rendezvény is, hogy mit szeretnénk és segítséget szeretnénk hozzákérni, ő jelentkezett, és hát néhány hét alatt elevenítette fel a tudását, nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon hálásak vagyunk, hogy kiállt, és biztosította számunkra a citera muzsikát. A vásári jelenet után a gyerekek kézműveskedhettek. Tyukodi László népi faszobrász a fafaragást, felesége Tyukodi Lászlóné Marika gyöngyfűzést, míg Pincésné Sós Gyöngyi népi iparművész a csuhé baba készítését mutatta be az óvodásoknak, akik ezt követően saját babát is készíthettek, de volt kukoricamorzsolás is, hiszen régen az őszi családi munkákhoz ez is hozzátartozott. A napot táncház zárta, bár betegség miatt kevesen voltak a gyerekek, de a jó hangulat így sem maradt el. Ebben a nevelési évben 15 új kis csoportosunk érkezett, nagyon szépen beszoktak először, aztán megbetegedtek, aztán újra beszoktak, és megint megbetegedtek, és újra beszoknak, szépen folyamatosan. Biztosítottuk az anyás beszokatást a kedves szülők számára, és elég sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. Szeretetteli környezetbe átölelve a gyerekeket fogadjuk, és vagyunk velük egész nap. Amikor már a gyerekek megérzik a biztonság a szeretet biztonságát, akkortól fogva nincsen gond a beszokatással. És azt gondolom, hogy mindent elkövetünk, hogy ezt mi előbb elérjük. Két új kolléganőnk van, csak sajnos az egyik kolléganőnk beteg, ő Seresné Bődi Viktória. Ő ismerős a mi óvodánkban, hiszen szakmai gyakorlati idejét itt töltötte 3 éven keresztül. Sajnos ebben az időszakban őt is utolérte a vírus, és otthon betegeskedik, és kívánunk neki nagyon hamar mielőbbi gyógyulást, hogy visszajöhessen hozzánk. Ő a Pitypang csoportban úgymond az én párom. Együtt nevelgetjük a gyermekeinket, és a Süni csoportba Domokos Csilla kolléganő érkezett Budapestről. Nagyon gyermekszerető, gyermekbarát, remek szakmaisággal rendelkező kolléganőket kaptunk, amiért nagyon hálás vagyok, mert az a szeretetteli, szakmai tartalommal megtöltött délelőttük sora ugyanúgy biztosítva van, mint ennek előtte volt. Befőző automatát kapott több jászkunsági település.
Az adománygépek jóvoltából többek között a nagy családosok számára is lehetőség nyílik, hogy helyi alapanyagokból egészséges termékeket készítsenek. A Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2016 óta szervez ételbemutatókkal egybekötött közéleti kerekasztal beszélgetéseket. A gyermek étkeztetésre, valamint a helyi termelők lehetőségeire fókuszáló missziójuk az elmúlt években magántámogatók jóvoltából házi konzerváló automaták ingyenes kitelepítésével is kiegészült. Az adománygépek jóvoltából önkormányzatok, civil szervezetek, nagycsaládosok, valamint helyi kis és őstermelők számára nyílik lehetőség, hogy helyi alapanyagokból egészséges termékeket készítsenek. Karcagon Huba Imre mondott köszönetet. Nagyon nagy jelentősége van a helyi termék előállításban, helyi termék feldolgozásában és közvetlen értékesítésében, akár a köznevelési intézményekben, akár máshol, a közétkeztetés bármely más ágában magasabb feldolgozottsági fokoknak és a magasabb feldolgozottsághoz tartozó hozzáadott értéknek. Ugye nem csak az önellátásra képes az, aki saját maga termeli meg az alapanyagot és fel is tudja dolgozni, hanem ahogy azt a szervező úr is mondta, itt akár egy többletjövetelem elérésére is lehetőséget biztosít a felesleg piacra, vitele a felesleg értékesítése. Láttuk, hogy korábban a szociális célú foglalkoztatás vagy a közcélú foglalkoztatás milyen lehetőségeket adott a települések kezébe. Nagyon sok település indult el ebbe az irányba, hogy feldolgozó üzemeket létesítettek, amihez később az alapanyagot is megtermelték, vagy fordítva, alapanyagtermeléssel kezdtek, és látták, hogy ennek milyen jó helye lenne feldolgozott formában, nem csak alapanyagként, hanem feldolgozott formában is a közétkeztetésbe, és bizony ezzel nagyon komoly terheket is le tud venni egy önkormányzat a saját válláról, hogyha a közétkeztetésbe saját maga megtermelt alapanyagokat visz be. Ami pedig az élelmiszerek rövid útját jelenti termőföldtől az asztalig, pedig még fontosabb a helyi termék, mert az ökológiai lábnyom tekintetében nem mindegy, hogy mennyit utaztatjuk az élelmi alapanyagokat és a közétkeztetés, ami Magyarországon, ha figyelembe vesszük a reggelit, a 10 órait, az ebédet, az uzsonnát és a vacsorát, akkor közel 20 millió adag étel készül egy nap a közétkeztetés számára, és nagyon könnyű kiszámolni, szinte a nemzet fele érintett ebben a tekintetben, gyermekek, idősek, szociálisan rászorulók, gondozottak, vagy éppen a fogvatartottak is, ők is egy komoly részesei a közétkeztetésnek. Tehát jó, hogyha egy önkormányzat képes arra, és akár egy közösség is, egy települési közösség is, vagy önkormányzatok társulásai képesek arra, hogy összehangolják az alapanyag termelését, a feldolgozását és a közétkeztetésben, vagy pedig a helyi piacokon, helyi termékboltokban való értékesítését. A szűkölő kínálat miatt nő a magánszemélyek és a kereskedések által kínált használt gépkocsi ára, bizonyos modellekért akár 15%-kal kell többet fizetni októberben, mint évelején. A kereslet egyre nagyobb. Ennek köszönhetően 9 hónap alatt 616.564 gépkocsi cserélt gazdát. A piac két évvel ezelőtt, 2019-ben ért történelmi csúcsra, akkor 800.000-nél is több gépkocsi cserélt gazdát Magyarországon egy év alatt. Az idei növekedés 2020 első 9 hónapjához képest 4,5%-os. A használt autók iránti kereslet az év végéig sem torpan meg, ugyanis az értékesítésekre jelentős hatással bír az új autópiacon tapasztalható trend. A gyártás és a kiszállítás jelentősen lelassult a világ összes márkáját érintő csíphiány miatt, amely becslések szerint leghamarabb 2022-re, rosszabb esetben 2024-re szűnhet meg. Emiatt sokan választottak használt autót, ugyanis akik nem tudják kivárni az akár egy, másfél éves szállítási időt, azoknak a másodkézből származó gépkocsi a megoldás. A jelentős keresleti többlet árfelhajtó hatású, bizonyos népszerű használt autó modellek ára 15%-kal is nőtt az elmúlt bőfél év alatt. A prognózisok alapján az árak még nincsenek csúcs közelben, tehát további növekedés várható. Az első 9 hónap alapján a használt autópiacon legtöbben alsó, közép, kis autó vagy felső-közép kategóriájú modelleket kerestek. Az átírt gépkocsik 75%-a 10 évnél idősebb volt. Az előzetes becslések alapján a hazai autóállomány 14,7 éves átlagéletkora tovább romlott.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!